Aztán mire tudjuk még használni a szobafogságunkat? Hát mondjuk el tudunk kezdeni dolgozni is akár, ha már egyszer olvastunk, meg YouTube-oztunk, meg mindenféle közösségi felületekre már lelkesen kipakoltunk, akkor már eljött annak is az ideje, hogy átnézzük a telefonunkat, nem kell névlistát írni, egyszerűen csak írd le azokat az embereket, akiket úgy gondolod, hogy már nagyon rég nem beszéltél vele, hívd föl, kezdj el vele bélyeget cserélni, vagy bármi, de mindenképpen szólíts meg annak érdekében, hogy egyrészt ténylegesen tudjad, hogy ha érdekel, hogy mi van vele, akkor felhívod és megkérdezed tőle. Másrészt meg okot adtál arra, hogyha elkezd panaszkodni, hogy ő neki milyen bajai vannak, akkor megkérdezed, hogy esetleg érdekelné-e egy alternatíva vagy megoldás erre az esetre. Ténylegesen abban gondolkodik, hogy meg szeretné oldani a problémáját, magas vérnyomását, izületgyulladását, bőrbetegségét, bármit, most teljesen mindegy, mit sorolok föl, tehát azt a helyzetet, amiben benne van, mert ha meg akarja oldani, akkor ebben lehet, hogy te tudsz segíteni. Nem azt kell mondani, hogy neked biztosan van erre egy megoldásod, hanem egyszerűen annyi, hogy figyelj, mi ezzel oldottuk meg, vagy az én csapatomban ilyen tapasztalataink vannak, vagy az én körömben, ahol több száz fogyasztó van, mi ezzel találkoztunk. Szeretnél erről több információt kapni? Szeretnél esetleg kipróbálni, hogy milyen hatással van a te szervezetedre? És már meg is történt tulajdonképpen a kontaktfelvétel, és már egyúttal meg is történt az előbeszélgetés, és megtörtént az értékesítés is, mert ennél többet nem kell tenni. Tehát, hogyha valaki engem arról kérdez, hogy hát ő nem tud eladni, akkor én azt szoktam mondani, hogy hát egy, itt bocsánat, itt mi nem eladókat veszünk fel, itt termékfogyasztókat csatlakoztatunk, és a termékfogyasztók, ha tetszik nekik, és nagyon-nagyon szeretnének ezzel foglalkozni, akkor felajánlhatják az ismerőseiknek. De mi eladókat, itt nincs eladó felvétel. Úgyhogy nem eladókat keresünk. És bocsánat, ha ezt mondom, de nem a klasszikus hálózatépítőket keresünk. Tehát mi nem hálózatot akarunk építeni, mert nem vagyunk pók, hanem egyszerűen mi olyan kapcsolatokat építünk ki, és ezeket a kapcsolatokon keresztül a mi barátaink, az ismerőseink és nem ismerőseink egyszerűen használják ezeket a termékeket, és hogyha használják, akkor valószínű, hogy használ is nekik. Ha meg használt nekik, akkor meg ők boldogok, elégedettek, de minden minimum jobban vannak. Az már nem is kell mondanom, hogy nyilván, ha már vannak munkatársaink, már pedig elvileg a Gold szintől vagyunk most itt, akkor igazából minden munkatársunkat most erre buzdítsunk. Mindent, minden közvetlent és mélységi munkatársot is erre tereljünk el. A másik, Gábortól megint csak nagyon jó ez a meghatározás, hogy 2-3 fő Skype-beszélgetéseket folytassunk üzleti partnerekkel. Én több munkatársamnak is felajánlottam, hogy egyszerűen beszéljen le Skype beszélgetést nekem. Skype-on, vagy Facebookon, vagy Messengeren, vagy WhatsAppon. Ötféle nekem, itt most hirtelen megnézem a telefonomat, 1, 2, 3, 4, 5, ötféle, és plusz a telefon, hatféle módon tudok kommunikálni. Tehát olyan szerintem nincsen olyan felület, vagy ilyen beszélgetős felület, aminél keresztül én nem tudnék 6, vagy 7, a Skype-ot bele se vettem, és a Zoom a 8. Tehát 8 helyen tudunk emberekkel beszélni, 8. Ha 8 helyből egyetlen egyet sem találunk, amivel meg lehet őket keresni, és azt lehet mondani, hogy te figyelj, beszélgessünk már egy üzleti lehetőségről, vagy használjál terméket, és ha használod a terméket, akkor hogy tudsz tovább lépni, akkor én nem tudom, hogy mit kell még felajánlani ahhoz, hogy valaki komolyan vegye. Mutassunk példát a rendeléseinkkel. Tudom azt, hogy vannak olyan munkatársaink, akik havonta 1000 pontot csinálnak. Havonta 1000 pontot csinálnak. És vannak munkatársaink, akik pedig nulla pontot. És a nulla és az 1000 között igazából tudjuk, hogy mi a különbség. Egyetlen egy dolog az, hogy aki 1000 pontot csinált, az megkérdezte az ismerőseit. Aki pedig nulla pontot, az meg saját maga sem használja. Tehát ez a különbség. És ezt a különbséget, ezt hogyha ha már egyszer eljött valaki, regisztrált ebbe a rendszerbe, és nem használja még, magának sem használja a terméket, akkor úgy valóban nagyon-nagyon nehéz nagy üzletet felépíteni. Még kicsit is, nem hogy nagyot.
Aztán ötödik kérdésként, hogy vonjuk be, ha lehet, a családtagokat, akik eddig nem értek rá. Na most, akik eddig nem értek rá, azért nem értek rá, mert nem volt információjuk. Ugyanis akinek van információja, olyan nincs, hogy ne adja tovább. Akinek van információja, és tetszik is neki ez a termék, olyan nincs, hogy nem beszél róla. Ezt egyszerűen abszolút lehet látni mindenkinél, tök élesen elhatárolódik, hogy aki használja a terméket, az rendszeresen használja, annak minden hónapban megvan a saját vásárlása, plusz még ajánlja is. Tehát van, aki használja és ajánlja, és van, aki egyáltalán nem használja, és éppen ezért nem is ajánlja. Olyan nincsen, hogy ajánlja, de nem használja. Tehát ilyenről én nem tudok, vagy ha van, és sikeres ebben, hát gratulálok hozzá, csak én azt szoktam mondani, hogy olyan ember nincsen, aki nem beteg, csak olyan van, aki nem tud róla. Tehát olyan ember nincs, akinek ne lenne szüksége az olajra, csak olyan van, aki nem tud róla, hogy szüksége lenne az olajra. Tehát éppen ezért beszélni kell mindenkivel. Legyünk aktívak, kezdjünk el ténylegesen ezzel foglalkozni, mert soha még nem volt nagyobb szanszunk arra, mert a médiában mindenhol arról szól, hogy a cannabis termékek hogy segítenek a vírusok elleni munkában. Tehát minden arról szól, minden értünk van most. És igazából segítsünk az üzleti partnereinknek, itt az eltérés a bal és a jobb láb között a bináris fában, nálam is nagyon erős eltérés van, mert hogy az egyik munkatársam, ő nagyon-nagyon aktív a csapatával, és nagyon-nagyon lelkesen dolgoznak, és igen, megkeresték a szakembereket, és igen, kerestek orvosokat is, és igen, kerestek másokat is, és ez érződik is náluk. És aztán vannak a többi munkatársaim, akik lehet, hogy nem találja mindenki a megfelelő utat, de ilyen, nincs is ilyen, hogy van megfelelő út, hanem olyan van, hogy mindenki megtalálja a saját útját. Megtalálja azt, amiben ő a legjobb. Mert lehet, hogy én valamiben szerencsésen jól tudok dolgozni, a szerencsés az eléggé időzőjeles, mert a szerencsés az azt jelenti, hogy megfelelő mennyiséget végzek el ahhoz, hogy a szerencse faktorom az elég magas legyen. Tehát egyszerűen mindenki találja meg a maga útját, ebben tudunk viszont segíteni az információinkkal. Aztán, hát itt három felkiáltójel tüntettem fel mindent, és ezt nagyon komolyan érdemes venni. Tehát személyes termékhasználat. Ha valaki ezt az üzletágat komolyan akarja venni, ez olyan, hogy például van egy farmom, van egy tyúkfarmom, de nem eszek tyúkot. Vicc, nem? Tehát ott van millió, de nem eszek tyúkot. Lehet, hogy már utálom, azért nem eszek, de mindenképpen használom. Vagy olyan, hogy a Aldinak a tulajdonosa vagyok, de nem vásárolok a saját boltomban. Tehát ezt így nehéz elfogadni. Nem fog senki sem lesz sikeres, ha saját maga nem használja a terméket. Aztán a családi termék használat. Tehát ha már személyesen használom, akkor ne csak én használjam személyesen, hanem mindenki. Nálam nagyon kicsi a család, egyedül vagyok benne, tehát én nálam 100%-os családi felhasználás van. De e fölött például, ha valakinek vannak szülei, akkor igenis, akkor termelje, ha szülők nem tudják megvenni maguknak, akkor termelje ki azt az összeget, hogy a szülőknek is megveszi ezeket. A gyermekének is megveszi, a férjének vagy a feleségének is megveszi. Tehát, hogyha egy négytagú családról beszélünk, az négy termék családonként. Ha háromtagú család, három termék, hogyha hattagú, akkor hat. Tehát én ebben ezt az egyet látom megoldásként. Onnantól fogva már egyáltalán nem lesznek magasak a költségek, és nagyon hamar megtérül az egész beruházás. Aztán, ha már a család használja, akkor a barátokat meg lehet kérdezni. A barát az azt jelenti, hogy az összes barátomat megkérdezem. Nálam minden barátom tudja, hogy mivel foglalkozom. Tehát megkérdezem a barátaimat. Ha már a barátaimat megkérdeztem, akkor nálam a szomszédokat is megkérdeztem, és érdekes, a szomszédok is használják nálam a terméket. Tehát használják a barátaim, használják a szomszédaim, használja a családomból, egyedül vagyok, tehát én használom, és személyesen is használom. Aztán munkatársak termékhasználata. A munkatársak, abban gondolok, hogy nem a handmade munkatársak, hanem ahol valaha valakinek van főállása, akkor ahol dolgozik, hogyha bankban, akkor ott a munkatársai, hogyha a ökörfejtőkörben van, akkor az ökörfejtőköri munkatársaknak kell odaadni a terméket, és kipróbáltatni, és terjeszteni az információt.
mert egyébként nekik is szükségük van rá. Aztán akinek milyen hobbija van, sportja van, szakköre van, akkor őket kell megkérdezni, mert nem hiszem el, hogy ezek között az emberek között ne lenne olyan, akinek ne lenne szüksége. Folyamatosan kapok visszajelzéseket, hogy, hogy de jó, hogy találkoztunk. Például én a Győri Férfi Klubban mindenki tudja rólam, hogy ezzel foglalkozom, és éppen ezért kíváncsiak is arra, hogy mit tudnak ezek a termékek, és vannak vevőim a férfi klubból is. Aztán rokon termékhasználat. A rokonoknak is fel kell ajánlani. Nem lehet, nem érdemes, hanem kell felajánlani. Aztán a rokonoknak is vannak szomszédaik, akiknek szintén el kell mondani, és a rokonok további rokonainak is el kell mondani ezeket az információkat. Tehát azt gondolom, ha csak ezt az egy fóliát vesszük alapul, bőven tudunk kihez szólni, és bőven meg tudjuk ezt oldani. Én azt gondolom, hogyha hetente csak 5 embert szólítunk meg, szombat, vasárnap, szabadnap, tegyük fel, hogy akkor némasági fogadalmat, néma leventék leszünk mindannyian, de ha csak hétfőtől péntekig tényleg csak egyetlen egy embert szólítunk meg, olyan nincs, hogy ne legyen valaki, aki ne lenne kíváncsi ránk. De egyébként most van időnk, úgyhogy naponta 5-öt meg lehet szólítani. Én korábban, amikor nagyon aktívan dolgoztam az én pénzügyi vállalkozásomban, napi 3-5 tárgyalás volt kitűzve, másfél óra volt egy tárgyalás. Napi 5 tárgyalásomat megcsináltam, ehhez fel kellett hívni rengeteg embert, de 5x5 tárgyalásom volt, tehát 25 tárgyalásom volt hetente, és aztán szombat-vasárnap pedig voltak az egyéb tárgyalásaim is még. Tehát én nálam nem volt olyan, hogy ne dolgozzak. Most így, hogy nagyon sok mindenkinek családja van, főleg idősebb kollégák vannak, nem erről beszélek, hanem arról, hogy legalább 5 embernek szóljál. Most van időd, naponta tudsz 5 embernek szólni, hív fel őket, és meg fogod látni, hogyha ezt elkezded ma, holnap után, azután, ha betartottad ezt, a 20 emberből biztos, hogy van legalább 3-4-5, akit érdekel a termék, és érdekel az üzleti lehetőség is. Tehát ez tényleg csak akarat kérdése.